Az újságírók elismerésére alapított Zöld Toll díjat adományoz három személy részére. Laukó Doró Viktória, a Reszíti Kiadó Kft. Főszerkesztője, kitüntetésben részesül, a környezetünk védelme érdekében végzett, a szemléletformálást, a környezet tudatos életre való nevelés elősegítő, kiemelkedő újságírói és szerkesztői tevékenységéért. Végtelenül jól esett, mert soha még semmilyen elismerést nem kaptam a környezetvédelmi újságírás terén tett munkásságomért. Ez egy szakmai kitüntetés, egy állami díj, és ezen a területen, környezetvédelmi újságírás területén más állami kitüntetésről én nem tudok. Én sosem gondoltam magamra újságíróként úgy, mint egy megmondó ember, vagy egy véleményvezér. Én mindig azt gondoltam, hogy az én feladatom az, hogy azokat az embereket, csoportokat, azokat a fantasztikus projekteket, ügyeket tudom képviselni és eljuttatni szélesebb közönséghez, amik engem is megérintenek, amiket úgy gondolom, hogy érdemes másoknak is megismerni, és amihez esetleg ők is csatlakozhatnak. Teljes mértékben motiválni fog, rengeteg a feladat még, folyamatosan van teendőnk ezen a téren, és én amit nagyon-nagyon kívánok magamnak és mindannyiunknak, még több időt, hogy a klímaváltozás negatív folyamatait, amiért mi emberek vagyunk a felelősek, meg tudjuk oldani.